elmesélni, hogy milyen az az ormánsági töltött káposzta? Hát az ormánsági töltött káposzta a szármának a hívják itt ott ormánságban, és nem rizsával töltik magát a húst meg, hanem a fehér kukoricakásával. Fehér kukorica, az külön megfőzik, és úgy van összekeverik? Nem, csak leforrázzák. Leforrázzák, és úgy van a hússal összekeverik. Igen, és akkor ugyanúgy készül ízre, mint a másik töltött. Tehát fűszerezése az fokhagyma, fokhagyma bors, és a sóval ízesítjük. És sült vörös hagyma. Sült vörös hagyma. Én ezt már leszem meg, sütöttem a vörös hagymát, el is hoztam. És ez úgy van begöngyölve a káposzta levelekben. Igen, ugyanúgy, mint a másik. És miben van megfőzve? Tehát rendes ugyanúgy a sajhanyú káposztás pörkölt alapban? Nem. Ez csak a savanyú káposzta lámonba, sajánosba belerakik, akkor lehet azért kis szaprangot, kusokat. Ja, igen. Hozzá, és ez ugyanúgy készülni. Csodálatos. Nagyon szépen köszönöm. És megkívjuk magukat egy töltött káposzta ebédre. Nem tudunk ellenállni ilyen hívásnak, főleg ezután az isteni fokhagymás máj után. Ja, azt is csak én csinálom azok a kövében. Visszavágáskor minálom, mikor van, akkor hagyom. Persze, kóstolja. Csodálatos, köszönjük szépen. Kóstolja meg. Semmi volt, az azért van. Kóstolja meg. A becsárlás, nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Hát már parancsolja, nem érne. Na most elsőtt egy kuficsal.